Na, szavaztok, ez itt a Green Light. Úgy döntöttem, hogy megint újra kezdem, mert annyira káosz lett az egész. Annyira egyszer nem az volt, amit a végigjátszásba kellett csinálni. Tehát eléggé, hogy mondjam, ha minden egyes szösszenetet kihagy az ember, vagy nagyon apró szösszenetet kihagy az ember a játékból, akkor az egész borul. Tehát ez egy teljesen szokatlan nekem az a játék. Tehát nagyon, nagyon ritkán meg játszottam point and click kalandjátékokkal, de lehet, hogy a leggecibbe ugrottam bele. De nem baj, nézzük meg. Most. Tehát jó. Első fejezet. Gabriel, a bevezető képsor után nyisd ki a táskát, hogy megkaphasd a tárcát, leveleket és a kést. Tehát ez a bevezető képsor, az lement, azt már láthattuk az előző gameplaybe. Kinyitjuk. Megvan. Mindent meg kell nézni, amit magunkhoz veszünk. Rögtön mindent meg kell nézni. Oké, itt az inventory. Nézzük meg nagyítóval. It's from the Ritter family lawyers. It's from the Ritter family lawyers. Jó. Nézzük tovább. Gabriel, I've just notified the Catholic Church about a miracle. Lehet, hogy ezért nem írt levelet, mert nem olvastuk el. We've been going through stock like a real store. I keep expecting a candid. És ilyenkor már borul az egész kijátszás. Just kidding. In other acts of universal randomness, the Voodoo Murders is up to number 20 on the New York Times bestseller list. Yes, the tastes of the American public. Most nem tudok mit csinálni. In any case, your U.S. bank account is blossoming, not unlike the desert after a fluke storm. If you don't mind, I'd like to use a little of the money to fix up the shop. Your gran is fine, but misses you. Mosley has been hanging around, making himself a real pain in the butt. Fortunately, I need only bring up the bald detective Mosley in your book, all 240 pounds of him, and your pal turns red and is out the door in about 5 seconds. Things are organized here, just waiting for your decision. I think you can find a buyer if you want to go that route. I know you hate to write, but I need to get a feeling for what your plans are so I can make some of my own. I haven't seen or heard of anything here that seems relevant to this Schottenjäger business. Take care. Grace. Ő volt Grace. If you don't mind, I'd like... Oh, köszönjük, nem. Nem kell, nem kell, nem kell. Nagyító. Már még rosszra kattintottam. Ki is egyelőre nem kell, azt úgy látom, hogy... My wallet. Ez a tárca, oké. A Schottenjäger knife. Brilliant prose, if I do say so myself. Unfortunately, I'm just pissing the wind. Ilyen részletességgel kell megnézni. Maybe this case will inspire me. Okay. My notebook. Ez a notebookod. Okay, ez a notebookod. Nagyon jó. Ez szerintem a decked lesz, de azért... My new tape recorder. De azért ránézzük, mert agyhalott fogyatékosok vagyunk, ugye a játékban. Teljesen. Ez a névjegy kártyája lesz. Little too tasteful, if you ask me. De ezzel mutatkozunk be mindenütt. Egyek kis úri emberek vagyunk. Családi talizmán. The family talisman. Wolfgang gave up his life to get this back. Jól van. Na most jó fogyatékos módjára mindent átnéztünk. Megnézzük a keresztet is, bazd meg.
Krisztus a falon, bazd meg, kidíszítve virágokkal. Lépkén megfordulhat, kattints az asztalra, hogy levelet ír Grace-nek. Oké, és most írja a levelet, hogy elolvasta, bazd meg. Itt volt a hiba. Itt volt az előző kijátszásomban a hiba. Hogy nem írta meg a levelet. Ez volt a baj. Ilyeneken, bazd meg, ilyeneken lehet elsreggelni ezekbe a játékokba. És utána el kell olvasni a napi újságot, bazd meg. Megcímzi a levelet szépen. Ugye írt egy válaszlevelet. Azt majd a postán fel kell adnunk. Oké. Gyönyörű ez a cserépkályha. Most elolvassuk, mit ír a új segge. I can't read much of it, but they give the name of the zoo. It's in Thalkirken. The name of the detective on the case is Lieber. From the police station near Prinsrud Gentenplatz. I can't read much of it, but they give the name of the zoo. It's in Thalkirk. Exit, 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 exit. Jó van. Mondom, exit, te köcsög. Ez az. Jól van. El kell olvasnunk a cetlit. There night, the keys for the car are by the door. It is better not to drive inside Munich, drive road 96 to Lock. Frau Huber. Park the car and take the U-Bahn. Huber, nee. Thank you for helping us. Frau Huber. Jó, és akkor itt lesz a kulcs, csak vedd el a kulcsot a tükör alól. Kulcs. Ezzel fogunk a golfnak a kulcs, ezzel fogunk kimenni a metró állomásig. Hagyd el a helységet. Majd Eresz csatorna. Meg kell keresnünk a nyomot. Jó. Lábnyomvizsgálat. Ott a farkas nyoma. Jesus. It's as big as my hand. That paw print is as big as my hand. Menjünk a fák közé. Vegyük fel a szőrt, a szőrmintát. Valahol itt kell lennie. Szép rőd bundájú, dög lehetett. Something's been here. Maybe the thing that killed Yuba's daughter. Most megyünk a fészerbe. Cementet. Itt az első fejezet az itt gyorsan meg lesz. Hála az Istennek. I could be wrong, but I think this bag contains cement. Now, quick drying cement. Kőműves kelemen elindul.
Hát szerintem a gipsz az praktikusabb lenne, de mondjuk ez volt itt honna. Aha. Ennyi oda. Az az. Úgy, ja. Pár másodperc alatt megköt. Pedáns Józsi szépen elzé mossa a vödröt. Példát mutatva a purutyáknak, hogy mindig mossátok el a cementes vödröt használat után. Úgy. Hát igen, a 90-es évek. Szép világ volt az. Na most az állatkertbe kell mennünk. Megvan a mintánk, megvan a szőrünk. Jól van, de mielőtt megyünk, legnézzük. Just looks like reddish hair to me. I'm gonna need help analyzing it. Oké. Exit. Nézzük a izét. A mintát. It's huge. I wish I knew if it were normal or not. Túl nagynak találja esetleg? Érdekes. Jól van, megnéztük, menjünk az állatkertbe, de előtte aktiváljuk az autókulcsot, autókulcssal basszuk meg a kettes golfot. Vagy egyes golf, nem tudom. Vagy hármas golf, tudja faszom, golfnak golf, de hogy milyen már meg az. Mert egyszer volt a kettes golf, aminek ilyen körlámpás volt, ez kockalámpás. Mert nem akarok hülyeséget mondani, golfhoz kész. Kimegyünk a metró állomásra. Tal Kircsembe el kell baszni magunkat. Ezzel a két szem tápa jól laksz a kurva anyádat. Te csicska. Hát nem vitték túlzásba az etetést, tehát azért. Két szem, vagy három szem kutyatápot oda basz, azt egyétek öcsög. Istenem, bazd meg. Logikátlanságok. Nagyon Y kategória, bazd meg. Jó, van, itt vagyunk. Nos, először is. Nem tudsz közel menni, menj az átlőre, olvasd el a feliratot. I'm not sure what it says, but it's not the exit. Exit is Ozgang. It's one of the few words I do know. Jól van, itt van egy. Canis lupus lupus. European wolf. Jól van, oké. Itt vagyunk. Beszélj az őrrel, nem tudsz közel menni hozzájuk. I don't think the public's allowed in there.
I'm not sure what it says, but it's not the exit. Exit is Ozgang. It's one of the few words I do know. Beszélni kéne az őrrel, de hát az úgy lenne jó, hogyha... Canis lupus lupus. European wolf. Die Specter der Wölfe. Na most kéne ide jönni a köcsök szájúnak. És nem jön. Jön, visszük meg a farkasokat. That's me, Gabriel Knight. Hát ez a minőségi színészi alakítás. Earwolf. Come on, boy. Earwolf, come on. Come on, Wolfie, Wolfie. Come on, come on. Get the heck over here, will ya? Hát bazd meg. Hát... Csináltátok volna inkább animálva, bazd meg. Ja, faszom az egész. Na, Zul vertartunk. Itt jön a köcsög. Ide hozza kis szekerét. Látok mit kezdeni, mert a tőt. Beszéljünk a csávóval. Excuse me, can you speak English? Yes. Great. Might I ask you some questions? Yeah. Nos, minden párbeszédizét ki kell maxolni. Himself. Tomás. Almost one whole year. A year? Wow. I noticed you were pretty calm walking in that kennel. Guess wild animals don't bother you, huh? The wolves. They're lazy during the day. Oh. Himself, wolves. These wolves are fascinating, aren't they? Tried calling one over, but they weren't too obliging. Yeah, some people try that all day. Is there any chance you could take me inside the kennel? I'd really like to see one of the wolves up close, kind of a research thing. No way. No one will enter the kennel without authorization. Igen. Himself missing wolves. I suppose you were around when those wolves escaped. No, I don't work at night. But you must have been here the next day, right? That people were pretty upset, what with the police and everything? Oh, yeah. Yeah, that day was super crazy. Can you tell me about it? Tell you what? So, how'd the wolves escape, anyway? Well, Dr. Klingman says the gate was left open after the night feeding. What do you think? The gate is heavy, it shuts itself. Maybe something was in the way. Maybe a rock, I don't know. I'm only glad it was not me there. The boy who works that night has been, you know. Oh. Fire. Fire. Ooh, getsy. Are you, are you? Yeah. So, what do you think about these killings? Pretty scary, huh? You ever think those two wolves could do something like this? I don't believe it is possible. Hilda and Parsifal were fine with me, just like all the other wolves. Hilda, she liked to play. She was so young still. She did. Shit happens. Shit happens. Shit happens, boss. What do those two missing wolves look like, anyway? Hilda was pretty. She had much white on her chest. And Parsifal, he was bigger, thicker, more in the chest. He was 5 or 6 years old, maybe. Much darker than Hilda. Dark? Dark what? Dark gray. Both were gray. And most of the wolves here are. Wolves, yeah! Light, but they get darker and they get older. Usten. Das ist Akzentus. Himself. So you carry a walkie-talkie? The zoo is big. Who normally gives you your instructions over that thing? Kitchen, sometimes the health unit. For something really important, a Dr. Klingman himself will call me. Dr. Klingman? Az a hív Dr. Klingman. Jó, tudni.
Dr. Klingelman. Who's this Dr. Klingman you mentioned? Yeah, Dr. Klingman is in charge of the mammal division. So I should speak to him about seeing the wolves up close. You can try, but he won't let you. De Klingman az már sáros, már az ide látom. Egy gyanús, nem sem, full gyanús, ami viselkedik így a játékunk folyamán. Mi az a fej, geci? Beszéljünk Dr. Klingelmannel. Kommen Sie hirtelen. Kann ich Ihnen helfen? I'm afraid my German isn't very good. My name's Gabriel Knight. I'm an American novelist. What can I do for you, Mr. Knight? I'm researching a new... Ez legalább rendesen érteni lehet, mint beszél. Could you spare a moment? Nem okádék akcentussal beszél. Please, sit down. Thank you. Nekem egy doktortól mit is várnánk el, mondjuk. Nos, A walkie-talkie. Thomas have one like that? Átnézzük, mindent átnézzük. Yeah, the doc's definitely got a thing for wolves. Looks like office equipment back there. Yeah. The doc's definitely got a thing for wolves. Nem értem, hogy a hangsávok miért szólnak máshogy, ez egy jó... I don't see anything in the bookcase but German textbooks. I don't see anything in the bookcase but German textbooks. Yeah, doctor's coat. Nos, várjuk neki. Szétnéztünk. Yes. Thanks. You don't mind if I record this, do you? That's fine. Ránézhetően ez a játék, mint egy vizuál novella, de ez sajnos nem az. Himself. So, you're in charge of the zoo's mammal divisions? Yes. What kind of training do you need for that, Doc? I realize you Americans hate titles, but people refer to me as Herr Dr. Klingman here. Herr Doctor will also do. Sorry. I have a doctorate from Heidelberg University. My field is animal behaviorist. Fascinating. Wolves. I was speaking with one of your boys out front, Greg, was it? No, there's no Greg. Igazság szerint, hogyha do you mean Thomas? Létezne magyar felirat a játék, az Askó se segítene sok mindent, mert itt egyszerűen megfelelő időközönként kell a megfelelő dolgokat csinálni. Ez mi teljes fordítással vagy szinkronnal is. Ha valaki nem olvas utána, az rábaszhat. Do you mind if we talk briefly about the missing wolves? Is this relevant to your book? Oh, yeah. You see, wolves are major characters in my new novel, and this case is quite unusual, isn't it? Én vagyok a legjobb példa rá, hogy még teljes leírás mellett is képes voltak csöcsre szaladni. Már az első kijátszásnak. Valamint az első résznél. Appreciate it. Kijátszásom alatt. How long have the wolves been missing? It's been about 2 months. Jeez. Ooh, that's a while, isn't it? It's strange the police haven't seen hide nor hair of him, so to speak. Believe me, your sentiment is shared by the German public. És még hányszor szaladhatunk faszra vele, tehát folyamatosan kell majd mentegetni a játékot. Unfortunately, there are very few wild wolves left in Germany. Most were killed off by hunters decades ago. Most. A few remain in the Alps, but so close to a city like Munich, it's highly unlikely. Any other suggestions?
Van egy autószév, de én nem bízok a doszos játékoknak az autószéveiben, már nem azért. What I don't see is why wolves, if the killers are wolves, why wolves would attack humans. Wolves are predators. Most carnivores are potential man-eaters, given hunger enough and opportunity. But weren't the zoo wolves raised among humans? Yes. And therefore, they are not afraid of us. I suppose. How does a wolf choose its victims? Have you ever heard of the language of death? No. You may have heard that wolves often choose the young, the old, or the sick as prey. Until recently, many thought this was some sort of natural selection going on, survival of the fittest. But now some of us are finding it is much more complicated than that. We have observed, for example, wolves surround a sick moose cow. The creature was helpless, yet she stood up and glared back at her would-be killers. The wolves dispersed. Or a healthy bull who ran off alone when he sensed wolves, making himself an easy target for no apparent reason. Researchers now believe that there's a kind of primal language going on. Mint egy nagyon elbaszott ilyen videókazettáról nézném vissza az egész felvételt. And the victim by its actions says, yes, I am ready, or no, you will not take me now. What if their prey doesn't know the language of death? This is a big problem, particularly for the wolves. When wolves come across domesticated animals who do not know how to play the game, they're confused. They start slaughtering, and they have no sense for when to stop. That is why farmers have hunted wolves to extinction in most parts of the world. Well, that certainly gives me something to think about. Himself. I see you're particularly interested in wolves. Yes, I'm quite well known for my wolf research. You must have been horrified when two of your wolves escaped then. Research. What kind of wolf research do you do, Herr Doctor? I study wolf society, here and in the wild. Any insights? Only that there is a purity to nature, which you... Azért nyomtam el, mert azért már előzőket is elnyomhattam volna. Jól van, walkie-talkie. A walkie-talkie. Így van. Didn't Thomas have one like that? Herr Doctor's coat. Can't think of what else to ask him. Thank you for your time, Doctor. Not at all. Még hasznos lehet. Menj a Marienplatzra. Hajd el balra a képernyőd. Na, itt már bajok voltak. De először itt egy kurva jó... Itt biztos, hogy jó a kijátszásunk. Úgyhogy itt egy kibaszott szévet kell nyomni. Tehát legyen biztos jó a kijátszás a névem. Itt még biztosan jó. Ok. Nézzük, hogy a Lordot itt van, el van mentve. Mégse. Jól van, jól van. Na, azért mondom, hogy itt ez a fix, ez megvan. Így az első oldalnak a közepéig már lejátszottam, ugye 7 oldalas a kijátszásom, amit van nálam, első oldal kellős közepén tartok. Ez jó. Na takarodjunk a gecibe. Marienplatz. Tehát balra, tehát most megáll a karakter, vagy nézzük, hol áll meg. Onnantól melyik bal, basz? Mert ami nekem balra van, az lehet, hogy neki jobbra van. Lehet, hogy én mentem Gani irányba.
Nos, hát most neki melyik a bal? Tehát a... Jaj, gyerünk erre. A húspulthoz még nem kell oda menni. Marienplatz 21. Remélem, a... Egyébként az ügyvédnek a számhával, a utcaházszámot kiírhatta volna. Hoppá, most bemegy. Na csak. Ó, oh, megnéznek, miket a csajok nézdegetsz. És jó helyre mentünk. Tegnap ide nem ment be. Night. Ach ja. Ja, senden doch herein. Mr. Knight, so good to finally meet you. It's good to meet you. Please come in. Herr Overgrau. Hell, you're just a pop. I'm sorry. Oh, my age. Well, I hope you don't, you're not disappointed. Mi az ügyvédünk? Meg kell fordítson, hogy felvesz a kapcsolatot az egyetemi laborral a mintáid kielemzése céljából. Na, ezt végig kell beszélnünk minden. És utána kell a húsboltba menni. Jól van, na, nézzük szépen az asztalán, hogy van-e olyan dolog. Kávézgat, kimehetnénk. Himself. I suppose that's your name on the marquee. I'm sorry. Übergrau, Hoffman and Schnell. Ah, actually no. This is my grandfather's firm. I'm just a junior partner. Übergrau office. And I, my assignment to your family was no insult. I was chosen because of my English. I took my law training at Harvard, you see. De ez egy jogi végzett emberként az illő lenne legalább angolul beszélni. Érted? A csicska állatkerti gondok beszél angolul. Aki három szem táppal leteti a farkas, de az ügyvéd már alig akar. Ájjjjjjj. Munich. Is there anything special I should know about Munich? No, you shouldn't have any problems. You've picked up a little German, haven't you? You've been here, what, almost a year? No. I mean, I have been here that long, but my faculty for languages leaves some to be desired. Well, most Germans speak a little English. If you need anything translated, you can always bring it to me. Ritter Esast, mi a faszom az? Olyan, mint a ház, vagy kastély, villa, estate. Lehet, hogy Google fordítóba megnézem. Yes, we had a bit of a task proving that you were a legitimate blood heir, but that's all settled now. I must tell you, we were beginning to get quite worried about the Ritter Holdings. Well, we've had a policy, my grandfather really, of waiving our fees for important old accounts, but unfortunately the government is not so generous. It was quite a miracle when you appeared, Mr. Knight. Prodigal son makes good. Do you know anything about the mutilation killings? The mutilation killings? Well, no, I... Mutilation. Oh my God, Herr Knight, is that what you're researching here in Munich? I read your last book, you know. Really? Well, that's above and beyond the Call of Duty. Not at all. I love detective fiction. Philip Marlowe, all that. The Voodoo Murders. That was based on a real case, was it not? Loosely. So you know nothing about the mutilation killings? Well, only that those missing zoo wolves have attacked and partially eaten people out in the country. If you are researching this case, Herr Knight, I would be happy to assist.
It's rather exciting, isn't it? I mean, you don't plan on getting too close to the actual wolves, I hope. I'd rather not. Well, thanks for your offer. I may take you up on that. Sample only. Igen, igen, már közel járunk. Do you know anyone with a background in animal biology? Animal biology for your research. Right. Nem tudja, hogy a mintákat meg kellene neki mutatni. Meg ezt nem írja a papír. Herr Dr. Speiger, bitte. Ja, wie geht's Ihnen? Ich bin's, Übergrau. Ich bräuchte den Namen eines Experten in Tierbiologie. Oh. Das könnte funktionieren. Ja? Ja, sehr gut. Recht herzlichen Dank. Ihnen auch. Auf Wiederhören. So. Kurt. There is a lab at the University Biology Department. They may be able to help you there. Just tell them Herr Dr. Speiger sent you. Sounds great. Thanks. Oké, nos, úgy tűnik, hogy minden megvan. Most... He might know someone who can help me out. I'll have to ask him about it. Aha. He might know someone who can help me out. I'll have to ask him about it. Okay, ez a két mintánk volt. I don't have anything else to say right now. Belebeszéltünk minden. Hát akkor egy exit. Well, mintákat végigpróbáltam rajta, azért mihez tartás véget. Visszaforgatja. Látszik, hogy zavartam, mi? Na hát, tettek ez egy szévet megint. Ja. Lófasz 2, hát mit tudom én. Meg volt az ügyvéde. Jól van, most kell a szondja izéhez a húspultra menni. Nem vettem fel semmit. Közben jelölgetem magamnak, akkor járok szarul, mint az előbb, ha bejelöltem a tegnapit, hogy hol fejezhetem be. Talán így egy ilyet. Egy jelölést teszek a húsbolthoz. Hú, az a fejkendős mama. Weisswurst. What's good today? Weisswurst ist sehr gut. Wollen Sie etwas? Valószínűleg akarja adni a virslit. De ez lehet, hogy a farkasoknak jó lesz, vagy valami. I don't think she speaks much English. Nem beszélem. White sausage. Blood sausage, head cheese, pork innards. Jól van, megvan. Ez is megvan. Most már mehetsz az egyetemre, de először menj a Dinner Strasse-ra, Marienplatztól. Oké, fel kell adni a levelet. Jó. Most adjuk fel Grace levelét. Nem állok meg nézelődni, már nézelődtem az előző felvételbe, eleged, bazd meg. Nem, faszomat nem. Ez a szarzen, amit... Picsa szarzen, amit nyomnak, bazd meg. De
Dinner, ah, itt van Dinner Stable. Na végre. Melyik a Grace? Ez a Grace levele? Ez, ez. Feladjuk a levelet. Grace levelét feladjuk a postára. Na, kijövünk. Úgy de gyorsak voltunk. Oké. Go az egyetem. Le kell mennünk egészen ez a villamos metróig. Mert ugyebár nem lenne egyszerűbb, bazd meg, a kettes golfot behajtani a városba, bazd meg, érted? Nem, el kell menni a metróállomásig, bazd meg, és ott felszállni mindenhol, és ott külön utazgatni, mert az úgy áttekinthető, bazd meg. Faszom, nem. Exit. Ne megyünk az aluljáróba, metrózunk egy kicsikét. Elmegyünk a keletig. Na jó, most melyik a... Jó, hát... Meg az a jó, hogy a... Universitát lesz valószínűleg az egyetem. De ez a Tal Kirchen, ez nem tudom, hogy ez miért... Na mindegy. Lohan itt lakok. Marienplatz, azt vágom. Tal Kirchen, itt a rendőrség van. De máshova itt nem is nagyon lehet menni. Olimpia Centrum, Universitát, ez az, gyerünk oda. Kann ich Ihnen helfen? Hi, is there someone here that speaks English? I speak English. Were you looking for the biology lab? Csúnya lenne, ez se beszélt volna angolul. Yes, my name is Michael. I'll do the work for you, whenever you're ready. Michael. Jól van. Az egyetemen mutasd meg a lábnyomot, hogy megtudd a méretét. A szőrt szintén mutasd meg, hogy elemezhessék. Ezt itt teszek egy jelölést. Mert utána, a jelölés után már vissza kell menni a farmunkra. Huber farmra, ahol laktunk. Nos! Szop ki a brémet. Could you look at a paw print for me? Sure, okay. God, this is heavy. What is this, cement? It's all out of plaster Paris. Mm. Yeah. Ezt otthon nem tudtuk volna lemérni centivel, bazd meg, nem baj. Ehhez egyeteműzéhez kellett menni. Ez beteg volt. Yeah. Ja. Really, can you tell what's... Azt a kurva, bazd meg! Azt a kurva, ezt a következtetést, geci! Wolf! Bazd meg az anyád! Nagyon nagy farkas égeci! Hát ez, nem mondod, hogy hülyé halok meg! Fú, bazd meg! On average, 38 for 40 kilograms. A North American wolf, 35 kilograms. Only the Alaskan timber wolf never gets so big. But even for that species, 70 kilograms would be huge. Very interesting. Very interesting. Nagyon érdekes. Mutassuk meg neki a szőrt is. Fan szőrzetünket megmutatjuk. Na. Could you analyze this hair?
Hair. De miért hajnak mondjuk, hogy fú, jó van, de nem kötekszek. Úgyhogy csak angolul. Nem kötekszek, geci. Mert hajnak mondja... What kind of hair is it? Well, I was kind of hoping you'd tell me. Of course, but it would help to have a general idea. It's definitely not human. Isn't it? It's canine, I think. Red, brown. The tips are lighter, which indicates a thick undercoat. Can you identify the species? Let me see. De abban a könyvben minden benne van, bazd meg, abban a szürke könyvben, az. Ah, it's not canine. The tips are too broad. Looks more like wolf. Wolf hair? Are you sure? No, I'm not sure. Nem vagyok benne biztos. It don't match any of the species in the book either. So what is it? It could be how do you say, mix-up? A mix-up? You mean a hybrid? Keverék, hybrid. Ah, is that when the wolf and the dog, Right! Yeah! Nagy az meg! Well, could be a hybrid. Tehát megbaszott a farkas egy kutyát, tehát csak jaj, jaj, jaj. A species? A wolf and something else? Jaj, jaj, ez a pfff, lesz anya. Hihetetlen. It's more wolf than dog, but it doesn't match any species in the book, you see? I see. Thanks. Could a hybrid get as big as whatever made that paw print? Tehát egy hibrid farkasunk van. If the other species were big, a very big dog, perhaps. You see, the paw print looks like a wolf, but that doesn't mean that the whole animal looks like a wolf. Buzerás ez a doktor, vagy mi a faszom, olyan gyanúsnak tűnik. Nos. Szőrt mutasd, elemezhetsz. Igen, jól elemezték. I need to show him what I've got. Azért szétnézünk. Looks like a good hot dog roaster. Aha. Reminds me of biology classes. Szétnézünk mindenit. This looks like medical stuff to me. I hate that kind of crap. Yeah. This looks like medical stuff to me. I hate that kind of crap. This looks like medical stuff to me. That's me, Gabriel Knight. I need to show him what I've got. Okay, exit. All right, thanks. Mm-hmm. Goodbye. Goodbye. Hú, bazd meg. Na, azt írja, hogy vissza a Huber Farmra. Na, most jön a kazettás rész. Lockham. Felvételt kell vágnunk. És át fogjuk baszni a gondnokot. Gyerünk be! De előtte nyomunk egy szévet, meg volt az ügyvéd. Átbasszuk a gondnokot. Oké, nos, hogy ez megvan, elő kell vennünk a kazettákat. Kivesszük Übernau, ja nem Übernau, Klingman kazettáját. Betesszük a load A-ba. Fogunk egy üres kazettát, betesszük a B-be. És rávegyünk a splicére. Itt van, hogy mit kell összeollózni. Következő Thomas, Herr Dr. Killingsman here. Tehát kell keresnünk, itt University. Thomas. Aha. Mr. Knight, jó. Thomas, Herr Doktor,
Herr Dr. Killingman here. Show of you, Wolf. Show-t kell keresnünk. Nem egyszerű, mert van egy pár szöveg. Ez mindezt angol, itt van show. Our Wolves. To Mr. Knight. Let a show of wolf to Mr. Klein. Mr. Knight. Mr. Knight. És rámegyünk a transfer. Thomas, Herr Dr. Klingman here. Show our words to Mr. Knight. Oké. Exit. Mi van nálunk? Oké. Elméletileg remek, remek. Menj vissza Klingelman irodájába, mostanában nem lesz ott. Kutasd át a kabátot, találsz egy nyugtát. Elemezd ki? Oké. Okay. Érted, ez külön haza kellett menni, tehát ezt nem lehetett volna kocsiba összevágni, vagy valami. Nem bazd meg. Elhajtunk vissza az állatkertbe. Nem lesz ott a Doki bácsi. A kabátot át kell kutatni, ott lesz egy nyugta. Jó, jó, jó. Elemezd ki. Okay. Először is nézzük a nyugtát, hogy ez mi lehet. It looks like a receipt. It looks like a receipt. Exit. Oké. Okay. Nézzük, hogy van-e még valami más. It's from the Ritter family lawyers. Oké. Okay. Új fajta cuccunk nincs. Jól van, na nézzük. Elemezd ki, kutasd át az asztalt. Várj. Átkutatjuk az asztalt. Majd a walkie-talkie-ra le kell játszani a szöveget. Jól van, oké, oké, semmi gond. Ott a walkie-talkie. A walkie-talkie. Didn't Thomas have one like that? Oké. Kazetta. Elővesszük a kazettás deckünket. Ó, ez egy kicsi kazetta, ez nem is az a rendes, izé. 60 perces, hanem ez a kis nagyon pici. Thomas? Thomas? Ja, Thomas hier. Herr Dr. Klingman hier. Show our wolves to Mr. Knight. Ja, okay, Herr Doktor.
Ó, de nagy faszok voltunk, bazzok. Ilyen amatőrizét, bazz meg. Ki venné ezt be, bazz? Ki a faszom venné ezt be? Ezt komolyan mondom. Mr. Knight? I'm afraid I was just about to leave. Oh, that's all right. Perhaps another day. Perhaps. Perhaps. Good luck with your work, Mr. Knight. Majdnem bukás lett a vége. Nos, jó, jó, jó. Na nézzük tovább. Most már Thomas itt egy jelölést csinálok. Meg fogja mutatni. Szóval a farkas közeli képnél kattints a címkén. Aha. Jó. Segít elővesz, hogy három szem kutya tápod, baszki, azt majd ide hívja. This is a special treat I use to make them come to me. They love it. Marguerite, schau mal, was ich hier habe. Ja, csak németül beszél a fark. Farkas mi? Nem csak ilyen sovány szerencsétlen, bazd meg, ilyen izéhe. Kap két szem kutyatápot, azt bazd meg magad. Ach, how strange, she likes you. I have a way with women. Nos, a farkas közeli képni azt írja, hogy a kattints az címkére, majd a farkas a szűrért. He's wearing a tag. All the wolves here wear them. Majd a farkasra a szűrért. Don't do that. Stop that at once. Ez nagyon kínos, igen. Seggéről lehúzni egy kis ganét. Sorry. Taperoljuk itt az ő farkasát neki, bazon. Mi a faszom, baz? You should not have done that, Mr. Knight. Seems so tame, just like a dog. Wolf is not dog, Mr. Knight. Sorry, really. Vidd a szőrmintát az egyetemre elemeztetni, majd vedd át az eredményt. Yeah. Thanks. I'll put in a good word for you with Klingon. Oh, wunderbar. Wunderbar. Megvan, oké. Okay. Univerzitát. Da, hello, Mr. Knight. Vidd a szőrmintát elemeztetni. Még egy szőrminta, tessék, beléd, takarodj. Could you look at this hair sample now? Yeah. Hmm. Ah, this is not the same as the other hair. It isn't. Very different. Maybe Wolf, though. Let me see. Yeah. Szürke könyv, megint. Ebben a könyvben minden le van írva, bazd meg. Komolyan mondom. El kell venni az eredményt tőlük. And the other was definitely not Canis Lupus Lupus. No, no, it was not at all the same. The other was much bigger, more thick. I see. Thank you.
Nos, na várjál. Vidd a szőrmintát, majd vedd át az eredményt. I don't know what else to show him. Hát, looks like a good hot dog roaster. This looks like medical stuff to me. I don't know what else to show him. Ez mi ez? I don't think I need Michael to analyze. Uh-huh. Looks like a good hot dog roast. Most átvettük az eredményt, vagy nem vettük át? This looks like medical stuff to me. I don't know what else to show him. I don't know what else to show. Mindet végig kattintunk biztonság kedvéért, tehát semmi olyan zénk nincsen. Azt nézem, az inventory is teljesen lófasz. Jó. I don't know what it... Nagyon sok ilyen zénk van. I have to go. Oh, wait a minute. Itt az ered... give you a report to take with you. Yeah. It summarizes my impressions of the two samples and the paw print. Yeah? Itt az eredmény. Helyes. Great. Appreciate it. Good luck, Mr. Knight. Good luck, Mr. Knight. Oké, nos. Vissza az ügyvédhez. Tehát Marianne Pulse. Oké. Beszélj vele, hogy megtud. Künge egy vadászati engedélyről szól. Aha. Have a seat, please. Meg kell mutatni neki egy nyugtát, amit találtunk. Jól van. I'm not sure why I'd want to show. Semmi gond, semmi gond. I'm not sure why I'd want to show him that. De szopassál, bazd meg. Melyik a cetli? Hol van a Klingelman nyugta? Ne várj. I'm not sure why I'd want to show him that. Aha. I'm not sure why I'd want to show him that. Na, már kezdi a buziságokat. I'm not sure why I'd want to show him that. I'm not sure why I'd want to show him. Hát, ez így nagyon-nagyon lesz faszályos. I'm not sure why I'd want to show him that. I'm not sure why I'd want to show. Kurva anyád akkor. I'm not sure why I'd want to show him that. Oké, semmi gond. What is a jagshin, jagshine? Does that make sense? Yeah, jagshine. It is a permit for killing animals, you know, of sport. Azaz, jó. Hunting? Azt hittem, hogy használni kell a cetlit. Yes, hunting license. Hunting, jó. What would a zoo official want with a hunting license? A Huber farmon kell tükörre tenni a nyugtát, hogy megtud. I don't have anything else to say, right? És ezért kell bejön az ügyvédhez. I'm not sure why I'd want to show him that. Oké, hát jó. I don't have anything else to say right now. Oké, semmi gond. Well, I guess I'd better get going. Well, enjoy your stay. Ezt teljesen megértezik, különbe menni az éve, az hihetetlen. Vissza a Huber farmra.
lassan menteni kell majd. És így az első lapot a hét oldalból ki is játszottam. Na. Lokham. Tükör elé kell tenni azért. Én most azt csinálom, hogy nyomok egy szévet. Átbasztuk a gondokat. Legyen egy új mentés. Tükör elé kell tenni az a nyugtát. Ok. El van így mentve, nézzük egy lordot. Oké, tükör elé kell tenni, mi biztosan jó, átbasszuk a gondokat, tükör elé kell tenni a nyugtát, jó. Aj. Most már remélem, hogy így nem fogjuk elbaszni. De az első oldalt kijátszottuk, még hátra van 6 oldal. Pontosabban inkább 5,5 oldal. Mert az utolsó oldalunk az csak egy félig van meg, az egy ilyen kicsi. Igen. Reméljük, hogy jó lesz. Szeretném kinyomni ezt a gémet, múgy tetszik. De hogy egy hangya fasznyit is eltérek valamitől, bazd meg, tölthetem vissza az állásokat. Tehát jó sok állás kell menteni. Lehet, hogy ennél is többet kellett volna. Itt ugye lehet, hogy már most hibáztunk valamit, ami majd a játék közepén majd megbasszulja magát. Szokott ilyen történni. Na, köszi, hogy itt voltatok. Elköszönök. Töltöm fel a videót. Sziasztok!